Nyugodt a légkör a Doszitei utcában, Újvidéken. Csütörtök délelőtt már semmi sem árulkodott a szerda esti drámai incidensről. A 42 éves Danica R. a második emeletről ugrott le. Az asszonyt komoly sérülésekkel szállították kórházba. Állapota jelenleg stabil. A szomszédok nem kívántak a kamerák elé állni. Nem hivatalosan azonban elmondták, a házaspár gyakran veszekedett, a férj pedig nem először verte meg feleségét. A 34 éves Ráde R. kisfia életét is veszélybe sodorta. Egy pillanatban kiült vele a korlátra, azzal fenyegetőzve, hogy együtt ugranak le. A rendőrség gyors reakciójának köszönve kerülték el a tragédiát. Az akcióban résztvevő Borislav Zorics rendőrt ma a belügyminiszter fogadta Belgrádban. Mislio sam samo da spasim dete i da sve prođe kako treba. A naravno profesionalno sam odradio celu akciju, tako da nisam se bojao. Nisam gledao na posledice što se tiče lično mene. Nebojša Stefanović belügyminiszter 50 ezer dinár jutalmat adott át a bátor rendőrnek. Ovo dete koje je spaseno imaće život, imaće priliku da nastavi svoj život na normalan način zahvaljujući ovom čoveku, a on je pokazao i svima drugima kako se čestito i odgovorno obavlja svoj posao. A belügyminiszter ez alkalomból bejelentette, a rendőrség a jövőben nem csak Újvidéken, hanem az egész országban még felelősségteljesebben végzi majd a munkáját a törvényszegők elleni harcban.